Még nem késő betervezni egy színházi előadást a hét második felére, hiszen csütörtök este 7 órától Dunapatajon a Művöldési Házban lépnek fel újból a Dériné program résztvevői. Egy pályázatnak köszönhetően júniusban már volt egy bemutató a településen, ez a második előadás lesz. Remélem, hogy sokan elfogadják a meghívásunkat. Az első előadáson is szép számú érdeklődő volt jelen. Mindenkit szeretettel várunk, az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett. Előadásokra most nincs korlátozás, tehát védettségi igazolás sem szükséges, de kérem, hogy figyeljék az aktuális szabályokat. A közönség most a Falu Rossza című előadást láthatja a három felvonásban. A darab Tóth Ede legnépszerűbb műve. A Nemzeti Színház 1874-es évi irodalmi pályázatán a 24 benyújtott kézirat közül Tóth Edének ez a munkája nyerte el a 100 arany pályadíjat. Zenéje Erkel Gyulától való, de a dalbetéteket nem ő maga szerezte, hanem Simonfi Kálmán, Szentirmai Elemér és mások népdalaiból állította össze. A darab a Dériné program lényegét fogalmazza meg, azt, hogy a színészek az országot járva kisebb településekre is eljutnak, és eljutatják a kultúrát, a művészetet. A Dériné program mindig egy profi stábbal érkezik. Az előadás napján délelőtt megérkeznek a díszletépítők, hangosítók, világosítók és az öltöztetők. Néhány óra alatt elkészül a tökéletes színpad. Aztán délután megérkeznek a színészek is. Helyszínbejárás, rövid próba után minden készen áll az esti előadáshoz. A téli időszakban gondolkodtunk azon, hogy milyen tartalommal tudjuk megtölteni a művházat, és akkor jött ez az ötlet szembe, és megpályáztuk, aztán sikeres lett, és így most 4 színdarabot láthatnak majd az érdeklődők. Szeptemberben, illetve október végén lesz még 2 előadás. Ez ugye a pályázatnak köszönhetően a Dériné program által finanszírozott, de természetesen önrésze is van, amit az önkormányzat átvállalt, így aztán minden érdeklődő ingyenesen tekintheti meg ezeket az előadásokat. A nyár elejé első programra sokan voltak kíváncsiak, és a szervezők ismét abban bíznak, hogy a helyiek mellett most is többen érkeznek, például Kalocsáról, hogy kikapcsolódjanak. Júniusban a Kék Róka leadás járt a településen. A színészek nagyon jól érezték magukat, hiszen a Művelődési Háznak nagyon jók az adottságai. A közönség is szép számmal jelen volt, és szinte minden korosztály képviseltette magát. Nagyon jók voltak a visszajelzések, és mindenki várta már az augusztusi előadást. A bemutatásra kerülő darab sztoria szerint esküvőtől hangos a falu, és hangos az ifjú pár is, hiszen szerelmi évődésben, cívódásban nem lesz hiány a színpadon. Fordulat a történetben, hogy nem is olyan váratlanul, de mindenképpen hívatlanul megjelenik a Falu Rossza. A méltán hírhet Göndör Sándor, a menyasszony volt szerelme, kinek célja nem csekélyebb, mint hogy meghiúsítsa az esküvőt.